Szüreti Fesztivál 3 napon át több helyszíne, számtalan program várta a halasiakat a legnagyobb városi rendezvényen. Micsoda menet! Kedden újra megnézhetik a szüreti felvonulás legemlékezetesebb pillanatait. Kertbarátok, ismét népszerű volt a terménykiállítás, és átadták a legszebb konyhakerteknek járó elismeréseket. Futott a város. Több ezeren vettek részt a szüreti utcai futóversenyen. Fergeteges koncertek, színes programkínálat és rengeteg érdeklődő. Így foglalhatnánk össze tömören a 45. Halasi Szüreti Fesztivál 3 napját. Pénteken többek között a Bombon, Opitz Barbie, Lil G és Varga Viktor is fokozta a hangulatot a Bethlen Gábor téren. Utóbbi énekes olyan jól érezte magát a halasi fellépésén, hogy a színpad helyett inkább a közönség soraiban énekelte a legismertebb slágereit. A Borudvarban is remek volt a hangulat, az ízletes nedűk mellé minőségi zenei produkciók társultak. Szombaton a helyi és a vendég néptánc csoportok műsorával indult a hagyományőrző blokk a nagy színpadon. Idén a megszokottól eltérően délután 4 órakor indult el a szüreti menet több mint 5000 résztvevője. A célállomás most is a főtér volt, ahol minden csoport adott egy kis ízelítőt a kamerák keresztüzében. Egy protokoll eseménynek is helyet adott a nagy színpad. Kronach és Kiskunhalas 30 éves testvértelepülési kapcsolatát ünnepelték a felek. A további baráti kapcsolat megerősítése céljából a két polgármester, Angela Hoffmann és Fülöp Róbert oklevelet írtak alá. Azt lehet mondani, hogy együtt van a város. Szerintem ez a legkitűnőbb pillanat arra, hogy ezt a 30 éves testvérvárosi kapcsolatot a jövőnek üzenve, hogy szeretnénk továbbvinni, most aláírjuk. Es gibt in Europa viele Städtepartnerschaften und die Städte und Gemeinden tragen dazu bei, dass wir den Frieden erhalten können. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns immer gegenseitig austauschen und da freue ich mich sehr, dass uns das über 30 Jahre schon gelingt. Nagyon sok testvérvárosi kapcsolat létezik Európában, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy megőrizzük a békét, és ezzel a szándékkal fogjuk most megerősíteni a már több mint 30 éve tartó ismeretséget és barátságunkat a mai alkalommal. Mindenki találhatott kedvére való érdekességeket, finomságokat a szüreti fesztiválon. Ízletes ételek, italok várták a vendégeket, a legkisebbek pedig többek között a Natura Parkban vezethették le energiájukat, a hagyományőrző multidéző játékok segítségével. Az esti hangulatot többek között a Kicsi Gesztenye Klub, Tolvaj Reni és az Animal Cannibals tagjai hozták el a halasiaknak. Egy hónappal ezelőtt felkelt a Ricsi, és azt mondta, hogy figyelj, megyünk majd halassa a születi buliba. Volt és egy lövésem, igen. És van egy ilyen flashem, hogy miket kéne ott játszani. Nekem vannak ilyen látomásaim, tehát hogy néha így becsukom a szemem, és így villognak a képek, meg minden, és akkor egyszer csak följött egy olyan számsorrend, ami azért is működhet, és ezt Kukának is elmondtam, mert hogy vannak benne régebb és új dalok is. Minden változik a lényegnek, ez a jó az elmúló években, nekem örökké nem csorog a véremben, nekem örökké nem csorog a véremben. A programsorozat záró napjáról nem hiányozhatott a technikai menet. Most is felvonultak a 2- és 4-kerekű gépjármicsodák, motorok, kerékpárok, kisebb és nagyobb autók. A finálé előtt Szőke Sándor, a Városért Közalapítvány elnöke osztotta meg záró gondolatait a hallgatósággal. Ez a 45. szüreti fesztivál. Ha visszatekintünk, ez 49 évvel ezelőtt a Halasi Állami Gazdaság akkori vezetői és az önkormányzat úgy döntött, hogy megünneplik a szüretet. És akkor még a szüret kezdete, ez szeptember eleje volt. Képzeljék el,
ezen a héten befejeződött erre a környéken, köztük Kiskunhalason is a szüret. Igaz, hogy még a héten a kövidinkát szedték, de ma már elmondható, hogy múlté a szüret. 49 év alatt ennyit változott. Sajnos ünnepelünk ma, nem sajnos, szerencsére ünnepelünk ma, de a szüretet most kevésbé tudjuk úgy ünnepelni, hiszen biztos olvasták, hogy az aszály és az időjárás, a fagy nagyon megtizedelt és rengeteg problémát okoz a gazdáknak. Az Alma együttes előkapta tarsolyából a legismertebb dalokat, a gyerekek pedig természetesen vevők voltak a vasárnap délutáni bulizásra. A 45. Halasi Szüreti Fesztivál a Wolf Kati Band koncertjével zárult. Sokan követték nyomon a Halas Televízió élő közvetítését a szüreti menetről. Ebben megmutattunk minden érdekes pillanatot a több száz főt megmozgató programból. Nézőink, valamint a menet résztvevői közül is sokan kérték, hogy ismételjük meg a szombaton rögzített képkockákat. Szeptember 10-én, kedden 19 órától ismét levetítjük a felvételeket a szüreti menetről. Nem voltak kegyesek az égiek, nem láttunk már rég ilyet. Rettentő volt ez az aszály, de kertelni mégis muszáj. A Szatmári Sándor Kertbarát Egyesület idén is megrendezte hagyományos terménykiállítását. Hogy nem volt egyszerű dolguk, azt jól leírta Rékasi László saját költeménye. Három napon át várták a vendégeket a művelődési ház udvarában. Fülöp Robert polgármester maga is elcsodálkozott, hogy a kánikula ellenére ilyen szép terményeket állítottak ki. Én állandóan csodálkozom azon, hogy milyen terményeket láthatunk itt, amikor eljön ez a nap, hogy be lehet mutatni a kertekből megtermelt csodákat. Hihetetlen, hogy minden évben van valami gond és baj egyébként az időjárással. Most már lehet, hogy ez össze is adódik, és az idei év talán az egyik legkegyetlenebb volt. És ennek ellenére, hogyha csak itt néznék körül, akkor azt mondanám, hogy hát ez egy csodálatosan jó év volt a termelők számára, de persze tudom, hogy ez azért nem ennyire triviális és egyszerű. Valószínűleg a gondoskodás, az odafigyelés az az, ami pótolja és helyettesíti azt, amit egyébként az időjárástól nem kapunk meg. A program része volt a Magyarország legszebb konyhakertje verseny kiskuhalasi eredményhirdetése. Idén 12. alkalommal csatlakozott ehhez városunk. A megméretésre 13-an neveztek. Hogy a kertészkedés nem korfüggő, arra jó példa Szemerédi Mor, aki a mini kategória nyertese volt. Mor 4 esztendős, és elárulta, hogy mit is termeszt a kis kertjében. Uborka, paradicsom, paprika, zöld, borsó. Több évtizedes tapasztalattal a kertészkedést, háztáji gazdálkodás minden szeretetével rendelkezik Pannika néni, azaz Szűcs Istvánné, a zárt kert kategória nyertese. Én azt látom, hogy hát a gyümölcsfáknak most már a levele így áll, akkor én úgy vagyok vele, hogy no, itt most már probléma van, és akkor locsolnom kell. Ha fenét öszik, akkor is. De hát egész későig kint vagyok röggeltű, már 6 órára kint vagyok rögge, és este 7 óra. Na de hát a borzalmas melegökben meg én nem bírom csinálni. Bajcs Tamás, a Kertbarát Egyesület elnöke szerint a szaktudással, tapasztalattal lehet tompítani a kánikula negatív hatását. A titok az a szaktudás, illetve a sok helyen a 40-50, akár 70 éves tapasztalat. Rengeteget tudnánk tanulni az idősebb korosztálytól. Olyan módszerek, olyan praktikák vannak, amit mi fiatalabb generáció el se tudunk képzelni. Tehát egyesületünknek ez is a fő célja, ezért is szeretnénk azt, hogy minél több fiatal taggal is tudjunk bővülni, hogy ezt a tudást átadni. Tehát
iszonyat mennyiségű ötlet, praktika, minden van, ami tényleg ilyenkor megoldható, ami egy kicsit javít a helyzeten, és itt nem csak akár az asztályos időszakról tudunk beszélni, hanem akár más művelést nehezítő tényezőkről, legyen szó akár kártevőkről, vagy bármi hasonló, ami tényleg megnehezíti azt, hogy ilyen gyönyörű terményeket tudjunk bemutatni. Idén második alkalommal adták át a Rékasi Cecília emlékdíjat, amelyet Juhász Sándor vehetett át. Az eredményhirdetés után gazdafórum volt a nagy teremben a Halas és környéke gazdakör szervezésében. Bagi Bencéjék idén is aktuális témákban hívtak előadókat, ilyen volt például az országos jégkármérséklő rendszer működése. Szeptember 6-án rendezte meg a Kiskunhalasi Atlétikai Klub a Szüreti utcai futóversenyt és a Kis Roland emlékversenyt. Rekord, több ezres futó létszám sereg lett össze a Semmelweis téren. A zenés közös bemelegítés után több versenyszámot, lakossági kocogást és ovis futamokat láthatott a közönség. A 2000 méteres távon már nem először Kis Roland legjobb barátja, Németh Norbert nyert. Folyamatosan rendszeresen edzek, így van. Nyilván ez a 2 kilométer, vagy akár a 8 is, hát nem egy veszélyes táv. Szeretek azért hosszabbokat futni, igyekszek majd talán fölkészíteni jövőre egy komolyabb ultrafutásra, de szívesen indulok rövidebb távokon is természetesen. Simának tűnt a győzelem, hogy osztottad be az erődet? Nagyon gyorsan kezdtek a srácok, mint az elején kicsit be is ragadtam a fiatalabb, kisebb, apróbb termetői futók mögé, úgyhogy szednem kellett az ellábam, aztán láttam, hogy talán jó lesz, aztán a végén már igazán a könnyűnek tűnt. A 8 kilométeres távot immár zsinórban harmadszor a rendező klub egyik elnökségi tagja, Patócskai Tamás nagy fölénnyel nyerte, és ezzel a Kis Roland emlékkupát is. Kitaláltam én azt, hogy megpróbálok a fiatalokkal maradni az elején, hogy a végén legyen erőm, mert a fiatalok nagyon készültek rám, az elején odajöttek hozzám, és azt mondták, hogy ők most arra készültek, hogy trónfosztás történjen. Én mondtam nekik, hogy akkor fussunk együtt. Én próbáltam egy iramot diktálni nekik, de most ez arra volt jó, hogy mégis lemaradtak, tehát Istenem, beálltam a saját tempomra, és azzal haladtam. Családi vonatkozása is van azért ennek a futóversenynek, mert a női győzteshez is van között, sőt a bemelegítő személyhez is. Igen, a húgom Évi tartotta a bemelegítést, Sződligeten él, és ő ezzel foglalkozik, és a női győztes pedig az unokahúgom Bajáról, egy nagyon jó triatlonista, korosztályos triatlonista kislány, úgyhogy nagyon gratulálok neki innen is. A bajai Mogyi Ese triatlonistája nem kifejezetten készült erre a versenyre, és menet közben sem volt biztos a győzelmében, végül a nőknél övé lett a Kis Roland emlékkupa. Hát szerintem az elejét nagyon elfutottam, ott visszavettem, ott meg is előztek. Akkor próbáltam rajta maradni az első nőn, de utána nagyon elkezdett fájni a lábam, és akkor megelőzött a második, akkor úgy lettem harmadik, és akkor úgy gondoltam, hogy ha megint fordulunk, akkor fordító után megpróbálok valahogy felérni őket, és kb. A fordító fele után már felértem őket, és akkor onnan megpróbáltam megelőzni őket, ami kb. A körforgó után már sikerült is, és akkor itt a célfinis az nagyon meg kellett nyomni. A sok-sok kategória legidősebb, 60 pluszos korosztályában Nagy Jenő, a Halason jól ismert szabadidős sportoló nyert, aki már Békés Csabán él. Szeretek ide visszajönni, még a családom egy része itt van Halason, és hát úgy gondolom, hogy ha már itt rendezik ezt a futóversenyt, akkor én is szeretnék részt venni. 60 év fölött a sportolásnak mi a jelentősége? Hát azt gondolom, hogy az egészséges életmód, és hát a futás is része neki. Egyébként én nem csak futok, hanem rendszeresen járok úszni is, meg ilyen kardio, gimnasztika edzéseket is csinálok. Tehát, hogy ne legyen annyira egyoldalú a fölkészülés. A Tabajdi név jól cseng a hazai futóvilágban. Tabajdi József futó nagykövetet egész családja biztatta, beleértve a futólegenda édesapját is. Én a Kiskunhalasi Atlétikai Klub egyik alelnöke vagyok, és az én feladatom szokott lenni általában biztosítás, útlezárások, polgárőrökkel, rendőrséggel való együttműködés, és hát még majd mennem is kell, mert még lesz munka pálya elbontásában is. Mennyire vagy elégedett a futásoddal? Egyáltalán nem. Éppen mondtam itt a többieknek, hogy egy pár éve a fiammal a futóbaba kocsit tolva ilyen 4.17-es átlagokat mentem, most ahogy néz 4.42, tehát lassulok, de most mondjuk nem is készültem ilyen gyorsabb tempóra. Milyen érzés, hogy a legenda, a édesapád ott van a szurkolók között? Hát ez mindig egy nagy öröm, úgyhogy
mindig örömmel tölt el, amikor ő fogad a célba, és tényleg jó, hogy itt van. Természetesen a futó legendát is megkérdeztük, hogy mi van mostanság vele. Sajnos szerkezetileg egy kicsit le vagyok robbanva, úgyhogy azért csak drukkolóként jelentem meg. Milyennek látod most ezt a futóversenyt, ahol nagyon sokszor indultál? Hát ez valami csodálatos, ahogy kinőtte magát. Hát ez most már egy óriási, csak környékben az egyik legnagyobb létszámú megmozdulás. A kivételes tömeget vonzó nagy sikerű futórendezvény főszervezője a verseny végén egyre csak kapta a gratulációkat a rendezésért, nem érdemtelenül. Óriási sikere van talán, azt gondoltam ennek a mai versenynek. Rekordnevezés 2 kilométeren, rekordnevezés a 8 kilométeren, és több ezer futó, aki végigkocogta ezt a pályát. Sok munka van a hátam mögött, és megérett a gyümölcs, azt gondolom, hogy nagyon jó versenyt tudtunk rendezni. Sok újdonság is volt, beszéljünk erről. Ovis futam. Hát nem ismertem gondolni, hogy ennyi ovis el fog jönni. Mindenki kapott befutóérmet, több százan vettek részt, ha jól emlékszem, 300 befutóérmet készítettünk, és 10 pár maradt belőle, tehát 200 fölötti ovisok voltak. Fantasztikus. Anyukákkal, gyerekekkel. A legnagyobb boldogság az, amikor a gyerek vagy a szülő a gyerekével futhat. A legjobb halasi futó címet a nőknél Varga Médea, a férfiaknál a triplázó Patocskai Tamás nyerte. A részletes eredményeket a www.halasmedia.hu hírportálunkon találják meg nézőink.